the black lines. Sziasztok, Painful vagyok, és ez itt egy újabb videó, méghozzá a Readinges karriermódot fogjuk folytatni. Itt a csapatom, amivel játszani fogok, új ember Aké, ugye középhátvéd ponton, valamint Grealish is új igazolás, és vele még őt is kipróbáljuk ezen a meccsen. Úgyhogy, szerintem egyből bele is kezdek a barátságos mérkőzésbe, ez lesz az utolsó barátságos mérkőzés. És remélhetőleg nyerni fogunk. És hajrá. Szered már le? Nem szereli le. Aké. Most kaptál egy plusz pontot. És Cox. Cox befelé cselez. Cox csavar. És megint kifogja a kapus. Túl gyengék ezek a lövések. Nem éppen oda akartam. Cox. McCleary. Gyerünk, fussál, fuss. McCleary. És a bepassz. És mellé lövi. Ja, hogy kivédte. Fú, azt hittem ekkora helyzetet így kihagyott. Cox! Cox! És 1-0. 1-0 az állás. Vezet a Reading. Már az előzőből gól kellett volna legyen, de így is jó. Szögletből. És a fejes, ami nem sikerül, de Cox bevágja az első sarokba. 1-0. Jó, szöglet. Kiharcolt egy szögletet, az jó. Bum! Ne! Még az 11-es, Pori, hát nem láttad? Felrúgta hátulra. Az is szabálytalan volt. Nem baj. McCleary-nek kellett volna ott lennie. Cox! Óriási hiba! Cox! És Cox elgurítja a kapus mellett. És ezzel már 2 gólt lőtt. És ezzel számomra valószínűleg biztosította a helyét a kezdőcsapatba az első mérkőzésem. Úgyhogy gyönyörű szerelés volt, majd szépen elpasszolja a kapus mellett. És 2-0 az állás. Az nem volt semmi. Belelőtte a saját játékosába a labdát és fölé lőtte. És Akpan szép fejes. Coxnál marad a labda és vége az első fél időnek. Cox duplájával vezet a csapat. De meg akarom, hogy nézzétek a statisztikákat, mert tényleg dominálunk. Most nem csak így kicsit, hanem nagyon. Nagyon meg vagyok elégedve Cox teljesítményével, Norwoodével nagyon nem, és McCleary és Grealish is nagyon jól játszanak, és a védelmünk is hasít. Úgyhogy jelenleg csak Norwood az, akinek nem tetszik a játéka. Ez mi volt? Ez ki volt? Hagyta, hogy elmenjen. Persze! Második lövésükből gólt lőnek. Nekem 8 lövésbe tellett, hogy lőjek 2 gólt. Nekik 2 lövésbe, hogy lőjenek egyet. Glombard. Nem tudom, ki volt ez, de majd meg fogom nézni, mert ez óriási védelmi hiba volt. Szerintem Obita volt. McCleary! És belelövi a kapusba. Nem hiszem el. A francba. Cox, gyönyörű indítást kapott, gyerünk Cox, tied! Leszerelik. Pujo, nem fognak kiegyenlíteni. Nem! Jó. Hú. De jöhet az ellentámadás egyből. Megvan, még feljönnek az emberek. Norwood. Cox. Gyerünk, és Grealishnek! Miért nem passzolt? Nem baj, leszereli, visszaszerzi, jóvá teszi. És rossz passz Grealishnek. Megkapja Akpan a labdát. Grealish. Leszerelik. Akpan! Hát ez a lövés elég gagyi volt. Megváltoztattam egy kicsit a felállást. Egy 4-1-3-2-ben fogunk játszani, és behoztam Murray-t Priskin csatártársaként. Úgyhogy mindjárt látni fogjátok a 3 cserét. Gyerünk, szereljétek már le. Ferdinand, szép volt. McCleary, Grealish. Grealish most bal csatárt játszik, nézzük meg azt, mekkora megcserülés. És miért fújta le? A francba lefújta. Nem baj, itt a 3 csere, Priskin, Murray, Cummings bejön. És így fogunk tovább játszani. Hoppá. Aké, mit csinál? Hú. Hogyha ez bement volna, én
Akét hibáztattam volna, és valószínűleg átadtam volna a Pierce-nek vagy Hectornak a kezdőhelyét. És a kifejes, Obita, szép, Akpan. Jó, így kell ezt, Murray, és Priskin lemarad róla. Murray, Priskin. Priskin visszafelé. Priskin, Priskin végigfut az egész védelmen. Majd felrúgják, Tizi, Tizi. Ennyi, Priskin kiarcolt egy 11-est. Körülje, maga Priskin. Nézzük meg. Bum! És Priskin megszerezte az első gólját, mint Reading játékos. Igaz, barátságos mérkőzésen. De ezzel a góllal lett 3-1 az állás, és ezzel valószínűleg megnyertük a mérkőzést. Murray visszacselezd el a szerelik. És vége a mérkőzésnek. 3-1-re nyert a Reading. Szerintem elég egyértelmű játékkal. És hát igen, a vége felé már jobbak voltak. És most megnézzük, jelen játszunk jövő héten, mi lesz a kezdőcsapat. Esetleg akarunk-e igazolni még valakit, vagy eladni valakit. Na jó, itt van a mérkőzés a Watford ellen a Capital One kupában. Nézzük meg, milyen csapatot állítunk össze ellenük. Na jól van, itt láthatjátok a csapatot, amit elő fogok rakni a Watford ellen. Federici lesz a kapuban. Grimaldo balhátvéd, Anton Ferdinand középhátvéd, Nathan Aké, valamint Günther. Ahogy látjátok, megváltoztattam a formációt arra, amit a meccs közepén megváltoztattam, mert nagyon tetszett. Védekező középpályás Karakán, bal középpályás Grealish, közép-középpályás Williams, mert megkért, hogy játszassam, és amúgy se egy rossz játékos, amúgy még szívesen próbálnám ki Guthrie-t. Jobb középpályásnak McCleary, akinek igen, 4 csillagos trükkmozdulatai vannak, ezt eddig nem tudtam. Valamint itt van elő Cox és Priskin, úgyhogy ja, senki nem érkezett átigazolási ajánlat. Na mindegy, úgyhogy ja, a következő meccset majd a következő epizódban fogjátok látni. Hogyha tetszett, dobjatok egy like-ot, hogyha nem tetszett, dobjatok egy dislike-ot, mondjátok el, hogy mit csináljak ezzel a maradék pénzzel. És köszönöm szépen a figyelmet, én Pént voltam, és a viszont hallom.